Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben, mint megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Salgótarjánt legyőzve bejutottak a legjobb 8 közé a HEP kupában a Kékcápák. Több százan futottak együtt a Mikulással Nyíregyházán az atlétikai centrumban. Amatőr labdarúgó sportszervezői tanfolyam indult Nyíregyházán. A jégkorongozóknál is elkezdődött a tornák időszaka, a szabolcsi sólymok minden hétvégén pályára lépnek. Ősztől az NKK 5-ös csapatainál dolgozik Mészárosné Darida Csilla. Két bajnoki mérkőzés között szerdán a HEP kupában lépett pályára a Hübner Nyíregyháza búsász. A Kékcápák a Salgótarjánt fogadták. Vannak a csapatok azt, mert kupa nem fontos, és mindenki, minden meccs a fontos, kupa is ugyanaz fontos, mint a bajnokság. Ha nem eredmény legfontos, akkor fontos ritmus tartani, gondoltam, nem tudok elképzelni, hogy kikaptuk 3 meccs után, és akkor jön a fontos meccs. Az a jó, hogy még mindig követ minket ezt a problémát, Tarik sérült, fáj a lábát, de megoldottunk, ahogy kell. Én olyan, hogy mondom, mindig mondom, hogy valahogy mindig vezettünk, 15 pont, 6 pont, valahogy nem vagyunk boldogok. Egy csapat, aki vezet 15 pont, akkor megy a felidő, hogy boldog, mert jó játszom, mit tudom én. Mi olyan savanyú vagyunk, mit tudom, mi vagyunk most Kaposvár, legjobb csapat is, hát most nekünk nem elég 20 pont. Valahogy ezt a mentalitás, ami szerintem elkezdett, mikor sorból győzelmek jöttek, akkor egy kicsit elaludtunk ebbe, jó, valaki más megoldja, mit tudom. Ez a nagyon fontos vasárnapi meccs, és utána van egy olyan 10 napos refresh, a sok munkával, sok kondival, kemény munkával visszajönünk arra útra, ami kell, mert szerintem, ha tudnánk hozni ez a két meccs, nagyon állnak a bajnokságból, és a következő fél szezon nagy esélyben jó helyen fogunk állni. Beszéljünk egy picit még a vasárnapi meccsről, az Óbudai Kaszásokra. Is lehet mondani, hogy egy igen kellemetlen stílusban játszó csapat. Hát ebben a ligában nincs csapat, aki veszélytelen. Nincs csapat. Mindenki, akit tervezett, én mindig ezt mondom, a bajnokság előtt, mindig, mikor kérdezte edző kollégák, mit klubok, vannak az interjúk, senki nem mondta, mi vagyunk utolsó kiesni, vagy mindenki akkor 8-ban lenni. Senki nem mondta 10. Dávid Korn 8 akkor lenni, az akkor, te biztos 8, mindenki 8. Mindenki ambiciózus, és ezért csinál a csapat, mi elegel úgy, hogy mi jó vagyunk, és nagyon sok jó csapat van, Kaszások, tele van a jó játékosok és rutinos. Tele van a jó játékosok és utolsó játékos, ráadásul két meccs nyerték zsinórba egymás után. Egy csapat, aki volt utolsó, dobott TF-nek 111 pont. Hát nagyon kell készülni, nagyon kell észnál lenni, bármi lehet minden meccsen, lehet, hogy Kaposvár itt fog nyerni, lehet, hogy Kaszások, de nekünk kész kell állni, és ambiciózusan játszunk. Egy fiatal csapat nem engedi magát, hogy aritmikusan játszik, hogy a vezet 20 pont és hirtelen 10. De nekünk ezt kell orvosolni, hozni egy stabil játék, és akkor ahogy voltunk, és akkor minden meccsen játszunk győzelemért, lehet, a Móc is jó meccs volt, hát ez van, csak mondom, fejbe kell rakni ezt a dolgát, karácsony előtt, és akkor jó helyen állni. Két bajnoki vereség után érkezett a Nyíregyháza ebbe a meccsbe, nem tudom mennyire érez tétek őket sebezhetőnek, viszont nagyon simán alapult a hazaiak számára. Igen, ugye mi voltunk a hétvégén a pihenők a bajnokságban, egy kicsit a meccs elétől kezdve érződött rajtunk, hogy egy kicsit rozsdásan mozogtunk. A helyzeteket ki tudtuk alakítani, de a kinti dobásaink azok például abszolút nem ültek. Egy kicsit kiestünk ugye a bioritmusunkból azzal, hogy a hétvégén nem volt meccs, egy kicsit más típusú edzések voltak. De jó is, hogy jött ez a kupa meccs most, legalább egy kicsit visszarázottunk a normál hétköznapokba, és innentől kezdve tudunk készülni a vasárnapi bajnokira. Volt olyan periódus a meccsnek, amikor úgy érezted, hogy lehet fogást találni a Nyíregyházán? Nagyon határozottak voltak az elejétől kezdve, az látszott, hogy ugye két, ahogy említetted is, két vereségben jönnek, nagyon motiváltan álltak a hazai meccshez, a hazai kupa meccshez, mindenképp javítani akartak, és tényleg nagyon fókuszban voltak a meccs elejétől kezdve, és egyértelmű, tehát hogy megérdemelten nyerték meg ezt a mérkőzést. Ebben az évben mi vár még rátok a bajnokságban? A vasárnap megyünk Fótra, aztán érkezik hozzánk a Vasas, majd karácsony előtt még megyünk Kaposvárra, úgyhogy három nehéz meccs vár ránk ebben a naptári évben.
gyakorlatilag egy percig nem volt kérdéses, hogy melyik csapat jut tovább, de hogy látod bent a pályán? Hát igen, hál' Istennek ez így volt, hasonlóképp alakult a meccsünk, mint az előző meccsünk a Salgótarján ellen, de azért nehéz helyzetben voltunk, mert két olyan meccs van mögöttünk most a bajnokságból, ami kicsit megtörte azt a jó ritmusunkat, ami előtte volt, de szerencsére ebből ki tudtunk lábalni, és mutatni tudtuk ugyanazt a formánkat, amit az a két meccs előtt volt. Nagyon bizalommal maga biztosan játszottál, sok pontot szereztél, minek köszönhető? Szerintem sokan voltunk, akik, sőt, majd mindenki nagyon jól szállt be a meccsbe, meg voltak nekem is a helyzeteim, éltem a lehetőséggel, igazából azt játszottuk, amit tudtunk, és így jött ez. Van még potenciál a csapatban, hiszen Tájlik Lopur ezúttal nem játszott igazán pont erősen, mégis sok pontot dobtatok. Van még két meccs hátra, hazai, az Óbudai Kaszások és a Fót ellen. Mire számítasz? Mindig van valakinek, hogy nem megy éppen a dobás, volt ilyen a Siminek is, volt ilyen nekem is most a Mavc ellen, de mindig vannak, akik fel tudnak lépni, és előrébb tudnak lépni, és átvenni ezt a pozíciót. Nyilván nagyon fontos két meccsünk van, és szeretnénk nagyon jól zárni ezt az évet, hisz volt egy hadgyőzelmes sorozatunk, ott nagyon jó helyet foglaltunk el a bajnokságba, és most ezzel a két vereséggel kicsit lejjebb csúsztunk, és ezzel az új két győzelmet tudnánk szerezni, akkor visszamehetnénk oda a top 4-be, ahova szeretnénk tartozni. Készülünk mind a két csapatból, két nagyon veszélyes csapatról van szó, úgyhogy készülünk elni. Ismét együtt futottak a Mikulással Nyíregyházán azok, akik a szombat délelőttöt mozgással akarták eltölteni. Az atlétikai centrumban több százan teljesítették a 400 méteres távot. Fantasztikusan sokat dolgoztunk a Nyíregyházi Sportcentrum munkatársaival azon, hogy ez a rendezvény is igazán jó sikerüljön, és hát a vége felé tartunk a rendezvénynek, hát több mint 1000-en jöttek ki erre a rendezvényre, és mi mindent elkövetünk annak érdekében, hogy Nyíregyháza megyei jogú város, önkormányzat és a Nyíregyházi Sportcentrum szervezésébe megrendezésre kerülő Mikulás futáson mindenki jól érezze magát. Mikulás futása rendezvény neve, ugye 400 métert kell futni, ami nem verseny. Ettől függetlenül ez csak a központja a rendezvénynek, ilyen számos kísérő programot is beiktattak a szervezők. Igen, természetesen vannak táncos fellépők, itt vannak a mesefigurák, itt lesz a télapó, hát egyértelműen, hogy a Mikulás futás van selfie boxnál, szerepelhetnek a gyerekek, családi fotókat készíthetnek. A Mikulás Express folyamatosan körözött egész délelőtt a rendezvény alatt, és fantasztikusan sok ajándékot hoztunk ki. Eleve minden egyes résztvevő, aki valamelyik távot teljesítette az óvodásoktól a családi futásig, érmet kapott a nyakába, és tombolasz elvényt is kapnak, mellette kisebb ajándékokat is, és a tombolán pedig fantasztikus nyereményeket nyerhetnek majd zárásképpen. Ennyi ember lehetetlen megjegyezni, de hát gondolom az elmúlt évek során már sok ismerős arcot fedezhetnek fel, tehát vannak rendszeres résztvevők. Igen, hát ez érdekes dolog, hiszen közel 33 éve zajlik már ez a Mikulás futás, én legalábbis ennyi ideje vagyok ebben, viszont vannak olyan arcok, akik közben olimpiát is megjártak, vagy éppen sokszoros magyar bajnokok voltak, hiszen Hellebrand Máté még óvodásként, vagy Bakosi Peti szintén óvodásként szerepelt már itt a Mikulás futáson, de nagyon sok felnőtt labdarúgó is, akik itt kezdték el az első lépéseket megtenni, de akkor még a stadionba, most viszont egy csodálatos atlétikai centrumba várhattuk a résztvevőket, és csodálatos az idő kint is, ezért jöttek el ilyen sokan. Nyíregyházi Sportcentrum most felső van rajtad, hivatalból is jelen vagy, de hát gondolom gyakorlóapaként is rendszeresen itt vagy ezeken a rendezvényeken. Természetesen igen, az ilyen rendezvényeken kettő szerepkörben jövök, a kislányom rendszeres résztvevője ezeknek az eseményeknek. Nagy örömmel érkeztünk most, illetve hát a tombola átadásban, mint sportigazgató a Sportcentrum berkein belül fogok segítkezni, úgyhogy egy szép Mikulás napot fogunk eltölteni együtt. Bízom benne, hogy sokan lesznek, és bízom abban, hogy egy igazán jó felkészítő esemény ez a téli időszakra. A Mikulás a karácsonyi időszaknak az első eseménye lesz ez. Én is több mint három évtizedek
kísérem már figyelembe a Mikulás futásokat, a Nyuszi futásokat, szintén apaként. Emlékszem, hogy nagyon sokan gyerekként ott voltatok, akikből később neves sportolók lettek. Te hogy emlékszel vissza ezekre a rendezvényekre? Igen, egyébként én is hasonlóan, mert gyerekkoromban sportolóként itt meg az akkori nyírsuli keretein belül én is részt vettem, mint játékos, mint sportoló ezeken az eseményeken, és ez egy nagyon jó dolog, hogy az ember átadhatja azt, amit gyerekkorában megtapasztalt a saját gyerekeinek. 33. alkalommal rendezzük meg most már mint nyíregyházi sportcentrum ezt az eseményt, és tényleg nagyon-nagyon örömmel vagyok itt, és mindenkit arra buzdítok, hogy a jövőben is látogassunk ki erre a remek eseményre. 37 jelentkezővel indítottak amatőr labdarúgó sportszervező tanfolyamot Nyíregyházán. A hallgatók a tanfolyam végén online tesznek majd vizsgát. 2 évvel ezelőtt csináltuk az utolsó ilyen amatőr sportszervező tanfolyamot, és ugye ahhoz képest kimaradt egy év. Ugye ennek az volt az oka, hogy maga ez a sportszervező tanfolyam tematikája is egy picit átváltott, illetve a vizsga feltételek is, hiszen most már online vizsgáznak majd a jelentkezők. 37-en jelentkeztek, vannak egyébként Hajdú megyéből érkező hallgatók is. Ilyen 20-22 főre számítottunk, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy ez a létszám azért egy picit meglepett. Hogy néz ki a tematika, mennyire nyitottak az újra a részvevők? Azt veszem észre, hogy eléggé. Ugye 2 teljes nap van az oktatás, tehát 2 szombati nap, amikor reggeltől estig vagyunk, illetve volt egy péntek délután, összesen ugye 24 tanóra az amatőr sportszervezői anyag. Azt veszem észre, hogy nyitottak. Hál' Istennek azért tudunk újat mondani nekik, úgyhogy mindenféleképpen hasznos lesz. Elsősorban sportegyesületi elnökök, illetve sportegyesületi technikai vezetők vesznek részt ezen a képzésen. Valamikor a hőskorban mindenesnek hívták azokat, akik egy csapatnál mindent intéztek. Alacsonyabb szinten az amatőr futballban még mindig ez a helyzet? Elég sok helyen ez a helyzet, főleg a megye 3-as egyesületeknél, de még megye 2-be is. Viszont azt látni kell, hogy a mostani világban és a mostani elvárások mellett igazából ezek az egyszemélyes kluboknak nagyon nehéz, hiszen egyszemélyként annyi adminisztrációs feladatnak kellene már megfelelni, és annyi mindenfelé kell figyelni, hogy ez egyre nehezebb. Én itt is arra tudom buzdítani azokat a hallgatókat, akik egyedül próbálják az hátukon cipelni az egyesületet, hogy egy-két megbízható embert vegyenek maguk mellé, mert most már azért fontos, hogy ne egyszemélyes egyesületek legyenek. Mikor vizsgáznak majd a tanfolyam részvevői, és milyen bizonyítványt kapnak a sikeres vizsga után? December 7-én szombaton fognak vizsgázni, ahogy említettem, ugye online e-learning formában, és amatőr sportszervezői diplomát, oklevelet fognak kapni, ami arra jogosítja őket, hogy akár regisztrációs kártyáként, technikai vezetői regisztrációs kártyát is ki tudjanak váltani, és le tudjanak ülni az egyesületük kispadjára. A Vármegyei Igazgatóság indította egy sportszervezői tanfolyamot az amatőr futballban részvevők számára, ahogy látszik, szép számmal vagytok jelen. Téged mi inspirálta arra, hogy elvégezz ezt a tanfolyamot? Én örömmel vettem igazgatónak a levelét, hogy indul egy ilyen képzés. Már korábban is tervben volt nálam, hogyha nem is ilyen lehetőséggel, de esetleg más lehetőségen szerette volna ezt a tanfolyamot véghez vinni. Hát természetesen az a célom, hogy az egyesületünknél legyen egy olyan szakember, aki szinte mindenhez ért, és ez a lehetőség ez most adott, és ezt szeretném végigcsinálni. Emellett persze még folyamatban van egy fitnessedzőképzésem, szeretnék futballedzőként is tevékenykedni majd a jövőben, de most egyenlőre ez nagyon fontos volt, hogy ez megindult. Milyen tematika alapján épül fel ez a tanfolyam? Ugye hát átlátható, mert elsősorban ugye a versenyengedélyekkel, igazolásokkal kapcsolatban kaptunk egy részletes tájékoztatást, a TAU ügyintézés szempontjából nagyon fontos információkat kaptunk, a versenyfelügyelőt, tehát a versenybizottság általi munkákat is átvettük, tehát egy nagyon átfogó képzést kaptunk, így most már legalább mindenki képben lesz ezzel. Azt tudjuk, hogy a profi futballban gyakorlatilag minden feladatra van egy, sőt sokszor nem is egy ember, de egy alacsonyabb osztályi csapatnál gyakorlatilag legtöbb helyen mindent egy valakinek kell intéznie, te ugye Vásáros Naminban szakosztályvezetőként tevékenykedsz. Mennyire sok réti a feladatod? Nagyon sok. Tehát átigazolással, utánpótlással, felnőtt csapattal kapcsolatban mindent, tehát mindent intézni kell. Felszerelések beszerzése, tehát átigazolások lebonyolítása, az anyagi helyzetnek a javítása, tehát szponzorok keresése, ez minden hozzám tartozik végül is. Itt szeretném megjegyezni, hogy jó lenne a jövőben, hogyha nem egy ember kezébe kerülne ez. Én szeretettel várom a Vásáros Naminban tevékenykedő emberek segítségét, akik tényleg áldozzák a munkaidejüket, a szabadidejüket, és akkor csinálhatnánk együtt ezt az egészet. Beszéljünk egy picit az őszi szereplésről, voltak fényesebb napjai a csapatnak. Nem így indultunk neki, tehát az volt a terv, főleg ilyen igazolások mellett, hogy legalább a 6.-10. hely környékén leszünk. Nem tudom, hogy hogyan csúszott el ez az egész, pedig stabil anyagi hátterünk van, tehát megfelelő edzőnk volt, egyszerűen tehát kicsúszott a kezünkből ez az egész.
az utolsó helyről folytatjuk, innentől kezdve már csak felfelé vezethet az út, úgyhogy mondtam a srácoknak, hogy egy-két erősítéssel, de meg kell oldanunk ezt, és tényleg úgy szerepelnünk, ahogy azt a vásárosnamény várost tudjuk képviselni, tehát normálisan. 60 fölött is van élet a futballpályán. Ezt bizonyították annak a három csapatnak a tagjai, akik a Filófoci csarnokban léptek pályára egy tornán. Nagyon sok korosztályban rendeznek futballtornákat, bajnokságokat. Ez a háttérben látható torna, egy speciális torna, hiszen 60 pluszosok játszanak a megyei igazgatóság támogatásával. Mennyire volt könnyű vagy nehéz ezt a kismezőnyt összetoborozni? Ez a kismezőny már hosszú évek óta játszik egymással, illetve egymás ellen. Régebben a Magyar Labdarúgó Szövetségen belül volt egy olyan bizottság, amely ezeket a tornákat szervezte és rendezte. Ez 2 évvel ezelőtt megszűnt, és így a megyei igazgatóságok támogatása próbáljuk életben tartani ezt a kezdeményezést, hiszen ez mindenféleképpen egy olyan kezdeményezés és egy olyan tornasorozat, ami egyedülálló, talán Európában is. Ahogy említetted, 60 pluszosok játszanak. Lehet azt mondani, hogy életen át kell játszani a futballt, de valóban ezek a fiatal emberek azért már jó 4-5 évtizede is a pályán vannak, a gyerekkoruk óta fociznak, és van olyan is, aki már 70 éves is elmúlt, és még mindig rúgja a bőrt. Nagyon sok ismerős arcot lehet látni a játékosok között. Ezek szerint van igény részükről arra, hogy ahogy telnek az évek, lépjek át a következő évtizedeket, még mindig legyen szervezett torna részükre. Így van, várják is, mindenképpen van rá igény. A játékosok egy része azért annak idején igen komoly szinten játszott nagypályán, gondolok itt akár Nyíregyházára, Tiszavasváriba, vagy ugye van egy Miskolci öregfiúk csapat, vannak, akik köztük a Diósgyőrbe futballoztak, úgyhogy igen, várják ezeket a rendezvényeket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóság mindenféleképpen mellettük áll, és egy évben 4-5 alkalommal próbáljuk őket összehívni. 2 nyíregyházi csapat és egy miskolci csapat van, és van 3 általában, 2-3 kültéri, szabadtéri rendezvény, és 2 téli szezonban 2 csarnok rendezvény is. És gondolom a játék mellett ilyenkor alkalom nyílik egy kis beszélgetés, a nosztalgiázásra is. Pontosan, az idő előhaladtával egyre fontosabb a harmadik félidő szerepe, és ezt minden alkalommal egy meleg étellel azért várjuk őket, és ott azért el szoktak sztorizgatni a régi, illetve az új élményekről. Az idejét nem tudom, de talán több évtizede már annak, hogy először láttalak futballozni, most is itt vagy még ezen az öreg fiú tornán. Mi az, ami miatt részt veszel még ilyen tornákon? Első szempontból jó társaság van nekünk, csapatszellem, van egy régi társaság, Ettig Ália néven játszunk kispályán is, egész héten 2 meccsek vannak, a salakpályán most már ugyan bűfős pályára csinálták, és ez tart össze, meg az egészségem véget, hogy karba tartsam magam, hát szeretem nagyon a focit. Arra tettem az életemet, úgyis kerítünk át annak idején Kárpátaljáról, hogy a labdarúgással foglalkozzak, első szempont. Milyenek az eredmények, bár talán ebben a korban nem is az eredmény az elsődleges. Nem az eredmény, az egészség, meg a mozgás öröme, meg még egyszer mondom, a baráti társaság, ami összejön nekünk, azzal kapcsolatos minden. Milyen gyakorisággal veszek részt ilyen veterán tornákon? Ezt évente 3-4-szer meg tudták rendezni, többször más megyébe is, amikor engedi az időm, elég keveset járok ide még, most a tavaly töltöttem be ezt a korhatárt, hogy ide is el tudjak már jönni 60 évesekhez, sajnos már a koromban betöltöttem, de a nagypályás focid és a keresztpályásban is részt veszek, ott a 45 év feletti tornán, ami 2 hetente van, az minden helyszínen meg szokott lenni, 7 csapat részvételével, és akkor az minden 2 hétben szombaton ki szokott lenni, azon is részt veszek, úgyhogy elég sűrű a program a fociba. Ahogy elmondtad, akkor még nem 1-2 évre tervezel, hanem picit tovább. Még szeretnék tervezni több időre, hát remélem, ameddig az egészségem engedi, addig szeretnék tovább folytatni ezt a pályafutásomat. Ezen a veterán tornán 2 nyíregyházi csapat mellett egy miskolci együttes is jelen van. Mi lesz rá 60 pluszos úri embereket arra, hogy szombaton pihenés helyett 2-220 perces meccset lejátszanak? Tehát mindenképpen ki kell emelnem, hogy ezek a fiúk, akikkel itt vagyunk, már nem egy alkalommal, illetve 20 éve lassan, ezeket nem kell rábeszélni, és nem számít, hogy szombat, vasárnap, esküvő, első áldozó a családban van, akkor is inkább ezt a kikapcsolódást választják. Bizonyos szempontból nehéz egyeztetni az időpontokat, de hál' Istennek már vannak olyan létszámban ezek a fiúk, hogy annyian mindig vagyunk, hogy meg tudjunk itt jelenni.
Gondolom egy ilyen tornán nem elsősorban a győzelem az eredmény a lényeges, de aki focizott már valaha legalább egy meccset életében tudja, hogy azért az is fontos. Ez teljesen igaz, tehát egyik sporttársam se szeret veszíteni. Mindig azon vagyunk, hogy lehetőleg ne kapjunk ki. Ez a mai nap sikerült, több év után először, de ezt szeretnénk tovább folytatni. A legnehezebb ebben a dologban, hogy 60 év vagy legalább 58 éves sportolókat kell találni, és sajnos már azok, akik viszont 70 fölött vannak, nem mindig felelnek meg már ennek a követelménynek. Milyen gyakorisággal vesznek részt hasonló tornákon, sőt egyáltalán milyen gyakran vannak hasonló tornák? Amióta az MLS kezébe vette ezt a szervezést, mert régebben más vonalon voltak szervezve ezek a mérkőzések, általában 2-3 havonta oda-vissza vágó formájában van a nyíregyházi rendezés, van esetleg megyei rendezés, és elvétve, de az utóbbi időben egyre ritkábban Miskolcon is igyekszünk megrendezni ezeket a tornákat. A jégkorunkban is elkezdődött a tornák időszaka. A Szabolcsi Solymok U14-es együttese az elmúlt hétvégén hazai környezetben lépett jégre. A háttérben látszik a jég, ami azt jelenti, hogy elkezdődött a jeges szezon, a Szabolcsi Solymok U14-es csapata is túl van már egy tornán, és ez az első hazai torna. Milyen felkészülés után vágtatott neki az idénynek? November 13-án tudtunk csak jégre menni, mivel akkor lett készen a jégpálya, ezért nem tudtunk olyan sokat készülni, de a múltkori torna sem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Most az itthoni tornán azért megmutatjuk, hogy hol is tartunk. A múltkori Kazincbarcikától kikaptunk elég csúnyán, most meg megvertük őket 7-3-ra. Most jön a DVTK és utána a Debrecen. Milyen létszámmal tudtuk dolgozni? Vagytok elegen? Vagyunk most már, hál' Istenre, hogy az alsó korosztályokba is jönnek, a toborzások jól sikerültek. Azért jó lenne, hogyha többen lennünk, de meg vagyunk elégedve. Most, hogy már van jég, milyen gyakorisággal edzettek? Hetente mennyit töltenek jégen a srácok, mennyi időt? Heti 5 alkalommal vagyunk jégen. Ebből az U8-10-es korosztály 2-szer, meg a nagyobbak azok 3-szor hetente. Az U14 mellette vagy az U16-os csapat edzője is, ez a két korosztály milyen rendszerben versenyzi majd végig a szezont? Hát ugye az U14-es az a 3-3 torna, azoknak 4 tornájuk van, az U16-os pedig az már nagy pálya, az már kemény jégkorong. Ott is elég jó szerepelünk, de ugye mivel nagy pályán nem nagyon játszottunk mostanig, ilyen kicsit furcsa, de azon vagyunk, hogy fejlődjünk. Ebben az évben milyen hazai tornák lesznek még? A jövő héten azt hiszem itthon játszanak a kicsik, mi meg az U14-el megyünk Miskolcra, meg az U16-os korosztályunk az pedig az is Miskolcra. Ősztől az NKK 5-ös csapatainál dolgozik Mészárosné Darida Csilla. A szakedző több száz gyerekkel ismertette és szerettette meg a kosárlabdát. Augusztus végén érkeztem a klubhoz, ahol nagy szeretettel vártak és fogadtak. Megmondom őszintén, hogy nagyon izgatott voltam, hiszen számomra is ez egy új fejezet kezdődött az életemben. Az U11 és U12-es korosztállyal foglalkozom, illetve majd a kosárpalántásokkal. Nagyon örültem annak, hogy sok olyan fiatal kisráccal találkoztam, akik nagyon szeretnék magukat kipróbálni ebben a sportágban. Hál' Istennek vagyunk is elegen edzéseken. Most a következő feladat az, hogy megtanuljunk edzeni, megtanuljuk, hogyan kell dolgozni, hogyan kell fejlődni, és mindenek előtt az, hogy jól érezzük magunkat mindeközben a pályán. Úgyhogy most ezek a célkitűzéseink vannak egyelőre. Mennyire nyitottak a gyerekek a kosárlabdára, mert általában a szülők választanak sportágat a gyereknek, viszont ma már szemben az akár 10-20 évvel ezelőtti helyzettel rengeteg olyan dolog van, ami inkább csábítja őket esetleg, mint a sport. Ez tényleg így van, viszont azt gondolom, hogy ha tudatos szülők vagyunk, akkor pontosan tudjuk, hogy annál, hogy hazamegy a gyerek és a telefonját a kezébe fogja, vagy a tabletét, sokkal jobb, hogy közösségben van, ráadásul sportol. A kosárlabda benne van a nevében, ez egy játék, úgyhogy mindenféleképpen hangsúlyozzuk, hogy játékosan tudjunk edzeni.
játékosan tudjunk fejlődni, és hogyha következetesek vagyunk edzőként, akkor úgy gondolom, hogy a gyerekek is szívesen fognak járni hozzánk edzésre, és meg fogják érteni, meg fogják szeretni ezt a sportágat. Nem csak az NKK 50-esnél dolgozol, hanem szövetségi szinten is, milyen területen? Igen, a 2011-es fiúknak a képző kiválasztó programjában vagyok az edzői stáb tagja. Velük júniusban kezdtünk el dolgozni. Szerencsére megmutathatta már magát az NKK-ból Miskolci Bence, és most pedig Kovács Máté, és aminek nagyon örülünk, mert azt gondolom, hogy egy óriási lehetőség számukra, hogy az ország krémjével találkozhatnak, és velük edzhetnek egy héten keresztül. Ezek olyan tapasztalatokat jelentenek a gyerekeknek, amit maguk tudnak hozni ide a klubba, át tudják adni esetleg az ismereteket, a tapasztalatokat a többieknek is, és egy újabb motivációt nyernek a további munkához. A téli időszakban sem maradnak játéklehetőség nélkül a futball szerelmesei. Az elmúlt hétvégén Újfehértón ismét megrendezték a Diego Kupa kispályás futballtornát. Hetedik alkalommal ad otthont az újfehértói sportcsarnok a Diego Kupának. Erre a mostani rendezvényre milyen mezőny sikerült toborozni? Igazából 17 csoportot sikerült toborozni, tele játékosokkal, NB1-es múlttal rendelkezik, volt, aki külföldön játszott. Tehát igazából azt mondom, egy nívós tornát sikerült megint összehoznunk. November végén, december elején van ez a torna. Általában ilyenkor kezdődnek a fedett pályás tornák. Van ebben az időszakban konkurenciája ennek a tornának? Pont tegnap beszéltünk, hogy amikor elindítottuk ezt a tornát, akkor öt öreg fiú csapat volt. A torna volt a megyében, most negyedik éve jelenleg már csak ez az egy működik. Honnan érkeznek a csapatok? Érkeznek Dunántúról, Borsodból, Hajdúból, Szabolcsból. Igazából innen jönnek a csapatok. Milyen a lebonyolítás? A lebonyolítás úgy megy, hogy van 4 csoportunk, és akkor az első 2 megy tovább. Vasárnap ugye van még egy csoportunk, és 12-kor jön az egyenes kiesés, és körülbelül ilyen 16-30 körül lesz az eredményhirdetés. 35 pluszos játékosok futballozhatnak, ha látjuk a pályán lévőket, gyakorlatilag senki nincs új felesleg. Mennyire veszik komolyan a meccseket, mennyire dominál a győzni akarás? Itt mindenki dominálja, hogy tovább jussanak, de viszont tisztelik egymást, tehát van egy ütközés, hogy bármi, oda megy, felállítja, bocsánatot kér. Tehát igazából itt minden játékos tiszteli a másikat. Ugye hetedik éve rendezitek ezt a tornát, a futballon kívül miről szólnak még ezek a rendezvények? Igazából azt szoktam mondani, hogy ez már nem egy torna, hanem egy baráti fociról beszélünk. Ezek a 17 csoport, ez általában minden évből ugyanitt vannak. Terveztek-e még valamilyen tornát a téli időszakban? Hát az igazság, hogy nem, mert ugye látom, hogy vannak sok tornák, 48 csoportra meg hasonlóval. Én azt mondom, hogy színvonalos tornát igazából csak így lehet összehozni. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.